Jó estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Érdemes lesz ma este is velünk tartani, ugyanis érdekes és izgalmas témákat gyűjtöttem össze. A szív- és érrendszeri betegség világszerte vezető halálok. Évente több mint 17,5 millió életet követel. Ennek az aránynak a javítása érdekében rendeztek a hétvégén szakmai konferenciát itt Fehérváron. A tudományos konferenciát idén már 5. alkalommal hívták életre. A cél, hogy szakmaközi párbeszéd előteremtésével elősegítsék a szív- és érrendszeri megbetegedések számának csökkentését. Azzal a szándékkal indítottuk el, hogy egy olyan fórumot teremtsünk, keressünk, ahol háziorvos kollega, kórházi szakorvos és az országos szaktekinték vezető szakemberek, akik sokszor ugye ezeket az ajánlásokat, a szakmai ajánlásokat megfogalmazzák, együtt bele tudjanak nézni a tükörbe, és szembesülhessenek vele, hogy mi is a valóság Magyarországon, a mindennapi gyakorlat, mert nagyon szépek ezek a magasztos ajánlások, hogy mennyi legyen a vércukorszintünk, mennyi legyen a vérkoleszterin szintünk, meg a vérnyomásunk, hogy ez hogy valósul meg a lakosságnál, egyáltalán kiderül-e? Hiszen az adatok ugye arról árulkodnak, hogy sajnos még mindig majd minden második ember valamilyen kardiovaszkulális betegség következtében hal meg Magyarországon, hogy még mindig nem teszünk eleget, hogy megelőzzük a betegséget, mert ez a legjobb gyógyítási forma, ha megelőzzük az érbetegséget. Az, hogy ugye, tehát a világon is vezető halálok a szív- és érrendszeri megbetegedések, de ugye Magyarország elég előkelő helyen, hogyha fogalmazhatunk így állít. Mi az, amit tenni lehet ellene? Igen, tehát amit már elkezdtem a gondolatot, hogy gyerekkorban elkezdve az egészséges táplálkozást, a rendszeres mozgás, a nem dohányzás, hogy alap élményé váljon. Tehát nagyon fontos persze, hogy okosak legyenek a gyerekeink, hiszen ezen múlhat a jövőnk. De milyen jövő van, ha közben kihalnak aktív korba a lakosok, és sajnos megvan rá az esély, mert gyerekkorban mit látunk ma Magyarországon? Egyre több a túlsúlyos gyerek, megjelent a cukorbetegség iskolás gyerekkorba, magas vérnyomással kezelünk gyerekeket, tehát igazándiból ezt kellene időbe uralnunk, és akkor tudnánk hatásosan csökkenteni ezeket a szörnyű adatokat. Mert amit már a felnőtt lakosságnál, persze az is nagyon fontos, hogyha valaki infarktust kapott, agyvérzést kapott, hogy akkor a megfelelő gyógyszereket megkapja, a megfelelő kezelést megkapja. Csak sajnos akkor már korlátozottabbak a lehetőségeink. Tehát sokkal fontosabb lenne minél korábbi életkorba az egészséges életmódot valahogy hogy sajátukévá tenni a gyerekeinknek, és akkor várhatnánk azt, hogy ezek a halálozási statisztikák javulnának, és akkor kevesebb beteg lenne a kórházakban, kevesebb várakozó lenne a sürgősségi osztályon és a háziorvosi rendelőbe is. A kardiovaszkuláris betegségek kialakulásában szerepet játszik a magas vérnyomás, a magas vércukorszint és a vérzsír anyagcsere zavarok is. A tudományos konferencia keretében egyebek mellett az alap- és járóbetegellátásban dolgozóknak is lehetősége van megvitatni azokat a lehetőségeket, meg segítségével a kockázati tényezők kiküszöbölhetőek. A szív- és érrendszeri betegség világszerte vezető halálok, évente több mint 17,5 millió életet követel. Magyarországon is majd minden második ember szív- és érrendszeri panaszok következtében veszíti életét. Nyilvánvalóan ennek a hátterében számos több évtizedre visszavezethető ok áll. Többek között például ilyenek az életmódi megszokások, amiket nyilvánvalóan változtatnunk kell. Ez a mai rendezvény, ez pontosan arról szól, hogy a háttérben álló okokat, értem ez alatt az életmódot, a dietetikát, ugyanúgy fel fogja jelölni ez a mostani szakmai rendezvény, mint a modern gyógyszeres terápia lehetőségeit. Párbeszédet tudnak folytatni, és ez nagyon-nagyon fontos az alapellátásban és a kórházi ellátásban résztvevő kollégák, és tulajdonképpen az egész akkor fogja értelmét nyerni, ha ennek a konszenzusnak, ennek az eszenciának az üzenete el fog jutni a beteghez, és reményeink szerint el fog jutni.
Ha jól olvastam, akkor lesz arról is szó, hogy ha már megtörtént a baj, akkor közvetlenül azután, hogy mondjuk egy stroke vagy egy infarktus megtörténik, mi a teendő? Ilyen esetekben mi a legjobb lépés? Nyilvánvalóan mindegyik megbetegedésnél más és más, egy stroke-nál és infarktusnál, egyetlen egy azonban közös, ezek az érrendszer akut megbetegedései, és ez a mai konferencia ez pontosan az érrendszer ilyen típusú megbetegedéseinek, akár az akut sürgősségi állapotoknak a kezeléséről is szól, sőt, hát ez lesz reflektorfényben, és nyilvánvalóan a kollégák a megfelelő szakmai következtetéseket le fogják vonni, és megfelelő protokollok mentén fogjuk tenni a dolgunkat. Megelőzés érdekében mit lehet tenni, egy-kettő ilyen apró dolog, amit mindenki saját magával megtett? Abszolút életmód, és nem kell mély tudományos hátteret keresni. Én úgy gondolom, hogy ha valaki rendszeresen és megfelelően étkezik, megfelelő mennyiségű folyadékot fogyaszt a napjába, nyilván rengeteget dolgozunk mindnyájan, de megpróbálja, ha nem is minden nap egy héten, de beilleszteni a testmozgást, és itt nem a versenysportra gondolok, hanem a jó leső, rendszeres, dinamikus mozgásformákra, akár egy sétára, akár egy úszásra, valamilyen fajta relaxációra. Ha ez megtörténik, akkor testben és lélekben biztos, hogy sokkal egészségesebbek leszünk. Mi azon dolgozunk egyébként kollégáimmal együtt, például szűrőnapok, betegtájékoztatás, rendelőben is minél egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk arra, hogy edukáljuk a betegeket, és reméljük, hogy erre lesz is időnk a rendelőkben, hogy ezt a fajta életmódot tegyék magukévá, és akkor én azt gondolom, hogy sokkal előrébb fogunk tartani mondjuk 10 év múlva. A folyamatos párbeszéd mellett a szakemberek a megelőzés fontosságát hangsúlyozzák, amit már gyerekkorban érdemes elkezdeni. Háromnapos nemzetközi macska kiállítás volt a hétvégén itt Székesfehérváron. A magyar tenyésztők mellett több mint 100 külföldi kiállító érkezett a sereg szemlére. Bengáli, kopasz és különleges vérfarkas macska is látható volt hétvégén a Csonakázó tópartján. Érkezett nevezés Ausztriából, Németországból, Lengyelországból, az Amerikai Egyesült Államokból és Japánból is, de a fehérváriak is képviseltették magukat a rendezvényen Márkival a ragdolcicával. Márki Székesfehérvár büszkesége, ő egy ragdolcica, október 23-án lesz 3 éves, úgyhogy majd most fogjuk ünnepelni a születésnapját. Amint látjátok, különleges szőrrel rendelkezik, nagyon finom, puha sejmes érdemes simogatni. Márki gazdája Diabelek András pedig egészen messze ment el Márkiért. Márki rokonai egyébként Kínában és az USA-ban élnek, tehát egy nagyon híres, értelmes, okos cicáról van szó. Miért pont ezt a fajtát választottátok? A ragdoll macskákról azt tudni kell, hogy nagyon szelidek, készhez szokottak, különleges személyisége van mindegyiknek, aranyos, kedves cicák, ahogy látszik a képeken is, különleges színárnyalattal rendelkezik. Puha sejmes, sim tapintása megnyugtató az emberi kéznek, az emberi szemnek, hogyha ránézünk, az is teljesen megnyugtató, és tényleg jó hangulatot áraszt, a vérnyomás pedig csökkenti, hogyha simogatjuk. A sereg szemlén a több száz cica a nemzetközi bírók kegyeiért versengett, ezen kívül a tenyésztők képet kaphattak a külföldi és belföldi palettáról. Annak idején, mikor elkezdtem macska kiállításra járni, többféle kiállítást kipróbáltam, és nagyon megtetszett ez a tika rendszerű kiállítás, és hála Istennek évente 2-szer már volt ilyen Magyarországon. De azt láttam, hogy más országokban több kiállítást tartanak, ezért hát nagyon hosszú évek óta tervezgetjük, hogy mi is indítunk egy klubot, és szervezünk kiállítást, és hát végre megvalósult az álmunk. Mit jelent ez a tika rendszer? Ez a tika a legnagyobb, a világon a legnagyobb macska regiszter és macska kiállítás szervező közösség. Egyébként Amerikában regisztrált, egy texasi székhelyű világszervezetről van szó, és ennek a részei vagyunk mi, a Katica Cat Club. Egyébként miért fontos egy ilyen macska kiállítást? Kérdezem én, mint laikus mezei macskatartó, miért fontos ez a szakmának? Amikor én elkezdtem tenyészteni, és vásároltam ugye tenyésztcákat, nagyon-nagyon jó tanulópénz volt elmenni kiállításokra, főleg külföldre, és szembesülni azzal, hogy miért is érdemes macskát tenyészteni. Nem azért, hogy több legyen, nem azért, hogy pénzünk legyen, hanem azt, hogy elkötelezzük magunkat egy fajta iránt, és az ilyen kiállításokon szembesülünk vele, hogy hogyan fejlődhetünk, miben kellene még az adott fajtát a tenyészetünkön belül változtatni, fejleszteni.
nagyon érdekes egyébként. Ez egyfajta nemesítés. És ugye a tenyésztőkön kívül az érdeklődőket is várják. Nekik miért érdemes ide ellátogatni? Úgy gondolom, hogy maga az, hogy a világ minden tájáról vannak itt cicák, egy rendkívül nagy érdekesség. Ugye nem mindenki teheti meg, hogy otthon akár 5-10 vagy akár csak 2 macskát tart, attól függ, hogy mekkora lakásban él. És nyilván kíváncsi rá, de nem teheti meg ezt az otthonában, ilyenkor eljöhet és megnézheti ezeket a cicákat, igazi ritka különlegességeket is. Vagy hogyha azt tervezi, hogy vásárol magának egy házi kedvencet, akkor itt megnézheti, hogy hogyan kell kinézniük, hogyan viselkednek, egy képet alkothat róluk. Egy ilyen kiállításon olyan bársonytalpúval is találkozhatnak az érdeklődők, amiről talán még nem is hallottak. Többek között ilyen lehet a vérfarkas macska. Lengyelországban ő az első likói cica, a Maleficent a nevet kapta a Demona című film után, bár nagyon félénk, ellátogattunk néhány kiállításra, hogy minél többen találkozhassanak és megismerkedhessenek ezzel a fajtával. Azért választottam ezt a fajtát, mert egyedi, különleges a kinézete, különleges a feje és a bundája, ami nekem kifejezetten tetszik. People says that this cat is very ugly. A legtöbb ember első pillantásra azt gondolja, hogy szegény milyen csúnya, aztán amikor megsimogatják, megtapintják a puha bundáját, megtetszik nekik. Pozitív visszajelzéseket kapunk. Tekintettel arra, hogy még csak 10 éve fedezték fel ezt a fajtát, nem mondhatok általánosságot a karakteréről, személyiségéről. Ugyanis minden tenyészetben más, pár évnek el kell tennie, hogy általánosítást tudjunk mondani. Ennek a cicának a különlegessége, hogy nincs ajszőrzete, ezért a szeme körül a lábán valóban amolyan vérfarkasszerű, ritkás foltokban van csak szőre. Tótné Magyar Orsolya 2 cicával érkezett a kiállításra, egy ragdoll és egy bengáli macskával. Mint azt elmondta, amikor a tenyésztéssel kezdett foglalkozni, legfőbb szempont volt, hogy családcentrikus macskái legyenek. Ezen kívül beavatott minket a tenyésztés nehézségeibe is. Beszéljünk egy kicsit a bengáli cicusokról, tehát róluk talán kevesebbet hallanak az emberek. Mit kell róluk tudni? Igen, ők jellemzően nagyon nyugodtak, játékosak, kicsit többet kell velük játszani, rövid a szőrük, ápolást nem nagyon igényelnek. Igazából igazi kis családi cicák. Különlegesek, a mintázatok miatt különleges cicák. De semmifajta különleges töredés nem igényelnek, azon kívül, mint bármelyik másik cicafajta. És beszéljünk egy kicsit a tenyésztésről, hogy azok is megismerkedjenek ezzel a szakmával, akik még talán nem is hallottak erről. Mivel jár, miért fontos ez szerinted, és miért jó? Tehát miért szereted ezt? Hát amiért nagyon szeretem, az ugye a kicicák, az nagyon-nagyon sok örömet okoznak. A tenyésztés önmagában nehéz. Nagyon-nagyon nehéz kiválasztani a megfelelő vérvonalat, hiszen nem mindegy, hogy mit mivel párosítunk. Sem a színezet miatt, sem a kontúr miatt, sőt a természet miatt sem mindegy. Nem mindegy, hogy egy nyugodt, kiegyensúlyozott, centrikus cicát sikerül-e kitenyésztenünk, aki mindenhol megállja a helyét. Akár gyerekesek mellett is, bármelyik fajtára igaz ez. Hogyan zajlik egyébként ez? Tehát hogyan, miként döntöd el, hogy kire esik végül a választás? Nagyon-nagyon sok utánajárással sikerül ezt igazából eldönteni, mert itt minden esetben megnézzük a törzskönyvet. És a törzskönyvben mindig szerepel a vérvonal, ugye generációkra visszamenőleg, és itt igyekszünk a szín és a minta szerinti legjobb egyedeket megpróbálni megtalálni, és a megfelelő tenyészeteket hozzájuk, akik ezekkel foglalkoznak. A tenyésztő szerint a legfontosabb, ha valaki macskát szeretne tartani, hogy megfelelő mennyiségű szeretetet és figyelmet tudjon nyújtani kis kedvencének. Nyílt tanórákkal várták a leendő elsősöket és szüleiket az István Király Általános Iskolában. A bemutatkozáson kiderült, hogy a sakkpalota módszer és az interaktív tanórák mind a diákok, mind a tanárok körében népszerűek.
A leendő elsősöket és szüleiket várták nyílt tanítási órákkal az István Király Általános Iskolában, akik bepillantást nyerhettek az intézmény életébe. A mai órát is relaxációval fogjuk kezdeni, viszont a hangfelvétel meghallgatása előtt megfigyelési szempontokat szeretnék adni. Elsőként egy környezet és vizuális kultúra órát láthattak az érdeklődő szülők és gyerekek. A 4B-sek csoportokra osztva közösen dolgoztak. A szokásosnak egyáltalán nem nevezhető órán az interaktív tábla segítségével a gyerekeknek minden érzékszervüket használniuk kellett. A kislurkok nagyon élvezik ezeket a foglalkozásokat, aktívak és szorgalmasak. Attila kedvence a magyar óra, kedveli a tanárokat, és mint mondja, imádja ezt az iskolát. Jó az iskola, jók az órák, hát igen, minden jó. A tanárok is kedvesek. Milyen tanuló vagy? Hát jó. Mindig ugrál ágról ágra, ő az erdők légtornásza. Mire aztán elfáradol a nyugovóra térkúrjába? Nagyon keresni? Keresétek. Nézzétek, mennyi kis állat van mindenfelé. El kell keresni, amire én gondoltam. Induljatok. Levike, nagyon ügyes vagy, ugye a mókusról volt szó. Ebben az intézményben fontos, hogy a gyerekek megtanuljanak egymás elé kiállva kommunikálni, ezért sok interaktív feladatot kapnak. Fontos, hogy használják a gyerekek az érzéseiket, érzékszerveiket, a logikai készségeiket. Ezért is alkalmazza az iskola a városban is egyedülálló sakkpalota módszert már 4. éve. Megpróbáltuk a nyílt órák keretében megmutatni a sokszínűségünket. Egy módszertani olyan megújulás után, ahol egy színes palettán láthatni a sakkpalotát, a komplex instrukciós programot, a stratégiai játékokat, valamint az összes olyan érdekes technikát, amivel nem csak a magyar matematikát, hanem az összes készséget, képességet fejlesztjük. Az órák betekintést adnak arra a stratégiai játékokra, gondolkodásfejlesztésre. Ez azért érzem nagyon fontosnak, mert a szimultán sakk játszmán keresztül is a gyerekek nem sakkot tanultak, mégis tudják. Tehát a gondolkodás, mondjuk az odavezető út, ezek a gyerekek elsőtől kezdve betekintést nyernek ebbe, és így fejlődik, más a látás mondjuk, más a gondolkodásuk, egész kreatívan állnak bizonyos dolgokhoz. És most már látszódnak azok a lépések, amelyeket évek óta elkezdtünk, és ezek most kezdenek igazából beérni. Tehát az, hogy a csoportmunkát bevigyék az 5.-10., csak mondtam valamit, órába, tanulják a kommunikációt, a gondolkodást, a kreativitást. Tehát az, hogy ők egy másképpen, nem jó szó ez a másképpen, inkább az együttműködőnket használnám, azért, mert ehhez megtanulják a szerepekben a kommunikációt, az, hogy időbe el kell készülni, hogy tervezzek, hogy szervezzem a saját csoportunknak a munkáját, meg a saját egyéni munkáját. Tehősünk találkozott a haverokkal, és átjutott a játékterembe. Oh yeah! Lökte a lóvét a flipperbe. Az iskolában a tanórák után sincs vége az életnek, számos szakkör és sportolási lehetőség is adódik a gyerekeknek. Zongora, gitár, a nagyon sok sport, judo, aikido, kosár, labda, röplabda, rengeteg program van, nagyon sok, és ezeket még szeretnénk egy mesemondóval, a menőmenzára pályáztunk, még nem kaptunk eredményt, de ha sikerül, akkor mindenféleképpen plusz, mivel örökösokú iskola vagyunk, ezért arra a témára szeretnénk felfűzni az idei évben a szabad foglalkozásainkat. Ebbe benne van a mesemondótól, az energiákon át, tehát a megújuló energia és a fenntarthatóság témakörébe. Ezeket próbáljuk úgy beépíteni az éves esemény naptárunkba, hogy mind a diákságnak, mind pedig a szülőknek is legyen benne kapcsolódási pont, és együtt tudjuk az élményeket megélni. Józsi és Kira szívesen kihasználják a különböző tanórán kívüli lehetőségeket. Van hip-hop torna is,
kosár, arak is van itt, foci is van, igen, meg lányfoci is van. Aki szereti a mozgást, szabad órákat, meg a szabad futkározás, meg a jó kis tesi órákat, az, vagy nem tesi órákat, futkározni szeret, az nyugodtan ide jöhet ebbe az iskolába, mert itt nálunk a tesi órán mindig jó sok futás van, kidobók szoktak lenni, szokott fogó lenni, szoktunk focizni is, van nálunk lányfoci, simán foci, kosár. És jók az órák. És nagyon jók az órák, jól mondod. Úgyhogy én nagyon ajánlom mindenkinek, hogy ide jöjjenek, mert ez egy nagyon jó suli. Az idei évben az iskolában 3 első osztály indult, a következő tanévben pedig nagyjából 1100 leendő elsőst fogadnak a város általános iskolái. Az István Királyban 2 osztálynyi kisdiákot biztosan fogadnak majd. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, jövő héten a megszokott időpontban újra várom majd önöket. Tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!